Szevasztok srácok, elérkeztünk az újabb videóhoz. Amúgy nem tudom mennyire látszik, de ugye most hagytuk el a Ripley-nek a kamionbontóját. És úton vagyunk ugye a videónk anyagához. Nem tudom ki követi az Instámat, vagy esetleg kinek vagyok megismerős Facebookon, de biztos egy jó páratoknak meg vagyok, mert azért a nézőim nagy részét ugye tudom, hogy kicsodák. Remélem, hogy nem takarom el a mikrofont. Úgy látszik innen, hogy nem, de hát ki tudja, remélem nem kell újra forgatni. És hát nem tudom, hogy ugye hányan követitek az Instagramomat, esetleg hányan vagyunk meg ismerősök Facebookon. Viszont azt tudom, hogy egy jó páran, és azt is tudom, hogy eléggére meg most a kamera. Elnézést, én is stabilizátorom, sajnos. De majd azt is beszeretnék szerezni, nem mindegy. És ugye kiraktam Messenger story-mba, meg ugye Instára posztként, hogy ugye találtunk még egy héttel ezelőtt, ugye előző hétvégén, előző szombat, vasárnap, azt hiszem vasárnap, igen vasárnap, egy MTZ-t, amihez igazából akkor még nem mentünk közel, csak így éppen, hogy csak megfigyeltük, és ugye azt fogjuk ma megnézni. Na és ugye azt akartam mondani, csak össze-vissza beszélek most, de most elmondom, hogy ugye tegnap voltunk kint Viktorral ott, és így picit körbe néztünk, hogy milyen az MTZ, meg ilyesmi. Ugye ott csináltam a képeket, ahol, na úgy mondom, hogy ott csináltam a képeket, ami kint van Instán is, meg még hát egy olyan pár órát kint van még ugye Messenger story-ba, és hát most oda megyünk srácok, szóval jó szórakozást a videóhoz. Na hát srácok, nem sokára ide érkezünk, ugye itt erre fel látható, majd mindjárt láthatjátok, csak itt most nem annyira látszik. És na szóval ugye, mint már mondtam, hogy tegnap, azaz szombaton ugye megnéztük ugye az MTZ-t Viktorral, viszont nem videóztam már, mert ugye elég sötét volt, meg stb. Úgyhogy hát majd most meglátjátok, hogy milyen. Így már mindjárt másabb azért. Ugye, hát motorház, vagy nem is tudom minek nevezem, én motorházadónak nevezem. Ugye ez már nincs rajta. Meg ugye eléggé szét van kopva, rozsdásodva, meg ilyesmi. Viszont ugye, ha már úgy voltam vele, hogy fogok csinálni róla egy videót, akkor csinálok is. És aki ugye nem követi se az Instámat, se ugye nincs meg nekem ugye Facebookon ismerősnek, az így most megnézheti. Már nem hiszem, hogy nem nagyon láttatok hírben MTZ-t, de azért meg csinálok róla így egy ilyen kis bemutató videószerűséget. Picit át is kérlek így errefele, így a másik oldalát is meglessétek. Szóval nem is láttam, hogy fekete a másik kereke. Az meg elég szép piros, szerintem nemrég lett mázolva. Így festve, hogy mondjam. És hát nem nagyon tudok róla sok mindent, csak annyit ugye MTZ, és hogy eléggé ki van ide rekesztve. Gondolom ilyen, hogyha nagyon-nagyon használatban lenne, vagy valami ilyes, akkor nyilván nem így néznek ki, meg nyilván nem itt kint lenne, akkor nem lenne ennyire lelakott állapotban. Viszont szerintem nézzék meg belülről is. Na srácok, feljöttünk ugye ide a fülkébe. Azért azt merem mutatni nektek, hogy 1439 km van benne. Legalábbis gondolom, hogy ez azt jelzi, nem tudok így oroszul, vagy hát így egyszerű a betűket. És ugye itt vannak még a többi, ugye gondolom víz, nyomás, mire, vagy micsoda, meg ilyesmi. És hát, igen, ablak az egyáltalán nincs. Hát több abban szinte beverom a fejemet. És hát ugye itt az a termetes kormány, mindjárt megpróbálom normálisan mutatni. Ugye itt van még benne egy kamra is, majdnem azt mondom, még kamra. És most azon gondolkozok, hogy vagy ez a sebességváltó, vagy az.
Nem tudom, úgy MT-zőt még nem vezettem, úgy csak úgy a farming szimulátorba. Egyébként... Hát igen. Itt az a rohadt nagy termetes kormány. És... Ezek most éppenségi nem tudom is ezek, mert csak így kamera látja rendesen. Én annyira nem. Meg ugye itt van a többi része, csak most nem értem, miért nem fókuszál. Jó, most már fókuszál. Jó. Ugye aki ismer, az tudja, hogy én szeretem a traktorokat és az autókat és a kamionokat is. Szóval elég sok ilyen jellegű videó lesz még. Vannak itt még karok. Ugye sok vezérem. Meg ilyesmi. Viszont a kormány az ugye fordulni fordul, viszont csak ott fordul, szóval szerintem valami lehet az első kerékkel. És hát igen. Viszont srácok, még ugye előre megmutatom, meg körbenézünk a motornál, meg ilyesmi. És utána lesz egy ilyen kis bejelentős beszélgetés videó is. Vagy hát így a végén. Egy kis videó részlet, nem is tudom, hogy mondjam. És hát a végét igazából arra szentelem, hogy így elmondok nektek egy pár dolgot, válaszolok a kérdésekre, stb. Stb. Szóval szerintem most ott fogunk videózni elő. Na szóval ugye most itt is vagyunk, ugye elég lelakott kerekek. Hát azért az nem annyira. Megmerem kockáztatni, hogy ez nem lapos. Most nem fogok ilyennek a szorokozni megnézni, viszont ez eléggé lapos. Ez látszódik is. Ugye van itt ugye a cooler, ugye a hűtő. Meg itt a ventilátor. Eléggé nagy. Ugye van itt minden benzintartály, ugye motorblokk, meg stb. Stb. És hát srácok, ez volt az M10Z. Ahogy látjátok, remélem be tudtam nektek mindent mutatni rajta. És hát minden lényeges dolgot, vagy hogy is mondjam. Viszont szerintem még fogunk egy pár másodpercet betekinteni ilyen hátuljában. Nem tudom, hogy mennyire sikerül ezt így megközelítenem. De hát akkor gyorsan egy pici vágás, és akkor majd jelentkezem vagyis hát valahonnan innen. Szóval értitek. Na, lényeg, hogy majd mindjárt. Hú, hát az orrom elé éppen csak meg tudtam nyomni a gombot, mert ugye ezzel a kézzel kapaszkodok, ugye jobb kézzel. Másik kezemmel meg ugye tartom a telefont. És úgy elnézem abból a konnából, ugye vitték át a benzint a jözébe. És te értitek az üzemanyagot. És szerintem most lépünk is. Szóval srácok, az MT-zés része ennyi volt a videónak. Ugye itt. Ott látható az MT-z. Hát meg kell mondjam, elég. Nem tudom, nekem ez így jó érzés, amikor ülök valami ilyesmibe. Akár egy autóba, akár egy buszba. Most nem hiszem, hogy ide fogom vágni a régi Setrás képemet. Ugye amikor egy Setra buszba ülök, ugye a kormány előtt. Mert nem hiszem, hogy már megvan az a kép. Szóval ugye a vasútörténeti parkban voltunk. Itt még látható az MTZ. Na szóval, és azt akartam még ugye mondani, hogy ugye ilyen kis bejelentő, beszélgetős, kérdeztetek, válaszolok lesz így a videó végén, hogy ugye kérdezte egy random gyerek nevű csatorna, vagy srác, vagy gondolom, hogy srác, hogy lesz a Fortnite. Na most én olyan gépen szoktam játszani, ami nem igazán alkalmas videózásra, szóval nem hiszem, hogy fogok gameplayeket gyártani egy ideig, és meg kell mondjam, élvezem a természet adta lehetőséget a videózásra, úgyhogy szerintem több ilyen kijárkálós, roncs nézegető és elhagyatott hely nézegetős videó lesz, és
Nagyon-nagyon elvétve lesznek szerintem gameplayek csak. Nagyon talán. Úgyhogy most inkább rá fogok erősíteni az ilyen kinti videókra. Hát igen. Úgyhogy gameplayek azok szerintem még lesznek. Szóval, sőt, szerintem biztos, hogy lesznek gameplayek. Csak ugye inkább ilyen logulós, eljárkálós, ilyen elhagyatott videó, vagy hát vagyis mondjam, ilyen elhagyatott helyek, meg járművek videó lesz. Meg ugye lesz, azt hiszem talán áprilisba, a vasútörténeti parkba, ugye oldtimer show. És mivel úgy kb. 3-4 évet kihagytam, sőt lehet, hogy többet is, ugye az oldtimer showba, ezért szeretnék újra, ugye, menni oldtimer showra. És remélhetőleg fogok is. Egy pici vágás. Bocsi srácok, hogy egy ilyen full random vágás volt. Csak ugye itt a kanyarból jött egy teherautó, és nem akartam, hogy úgy jöjjön, hogy közben magyarázok, és akkor nem halljátok valószínűleg a hangja miatt, mert azért elég hangos volt így, ahogy eljött mellettem. És hát hogy is mondjam. Szóval nekem jól esik ez most, meg ez így most tetszik is, hogy ugye ide kijövök, csinálok egy videót, tök nyugi van, tök csend van, meg ilyesmi. És örülök neked, hogy az előző videóm tetszett nektek, és annak még jobban örülök, hogy végre megtaláltuk azt a közös pontot, ami nektek is tetszik, meg ugye én is szeretem azt a tartalmat gyártani. Szóval mostantól elég sok ilyen lesz, és úgy hallom, hogy jön megint, vagy jönnek vissza, vagy nem tudom, úgyhogy még egy vágás lesz, srácok. Srácok, most éppenséggel arról jelentkezem. Vágás után észrevettem, hogy nem fejeztem be a videót, úgyhogy innen szeretnék elköszönni tőletek, szóval. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem vagytok még feliratkozó, viszont szeretnétek még ilyet látni, akkor iratkozzatok fel mindenképpen. A harangot nyomjátok meg, hogyha nem akartok lemaradni, szóval akkor minden értesítést megkaptak. Ez egyértelmű volt, na mindegy. Szóval, szevasztok srácok a következő videóban.